Új termelői piac nyitotta meg kapuit június elején Tyukodon. A zárt és nyitott térrel is rendelkező vásárteret csak nem 100 millió forintból alakították ki. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője, az átadó ünnepségen arról beszélt, az új piac azért is fontos a helyieknek, mert színvonalas közösségi színteret jelent számukra. Az itt találkozó emberek nem csak eladnak-e, megvásárolnak, hanem elmondják a problémáikat, érdeklődnek egymás problémái iránt, és a mai 21. századi társadalomnak a legnagyobb problémája az, hogy nem érdeklődünk egymás iránt, elmegyünk egymás mellett. Vannak ezek a régi romantikus időszakra való visszaemlékezések, mint például én a kocsmát hoztam, vagy annak idején még szerettem kuglizni járni, meginni egy popa sört, vagy éppen felbrizni egyet a csapattal, mert jó volt mással, barátokkal jóban lenni. Június elején készült el a hatalmas 3000 négyzetméteres üzemcsarnok Fehérgyarmaton. A létesítménybe vállalkozások költözhetnek, erősítve a helyi gazdaságot. Az önkormányzati beruházás összértéke 1,1 milliárd forint. A Fehérgyarmati csarnok átadóján Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter azt mondta, a térség jól használja fel az uniós forrásokat. Az elmúlt 15 évben csak nem 15 milliárd forint pályázati lehetőséggel értek az itteni önkormányzatok és vállalkozások. Örvendetes tény az, hogy itt Fehérgyarmaton és a térségben egyre élénkülő gazdasági aktivitást láthatunk. Csak ha az Európai Uniós forrásokat nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy még a 2007-13-as időszakban 5,5 milliárd forintnyi Európai Uniós forrás érkezett ide különböző operatív programokban. A 2014-20-as időszakban ez már 9 milliárd forintnyi Európai Uniós program megvalósulását jelentette. Egyértelműen dinamikusan bővül az itt élő közösségek aktivitása, a gazdaság, de nem csak a gazdaság, hanem a társadalmi élet egyéb szereplőinek aktivitása is. Árvízvédelmi gyakorlatot tartottak június 7-én a Tisza és a Túr találkozásánál Tiszabecsen. Azt próbálták el, hogy milyen lépésekkel lehet megvédeni a térségben élőket akkor, ha a Kárpátok felől hatalmas árhullám éri a régiót. A gyakorlat után Román István, a vármegye főispánja azt mondta, minden érintett szervezet a vízügyesektől a katasztrófavédelmen keresztül a rendőrségig bizonyította, hogy meg tudja védeni a lakosságot az árvíz pusztításától. Azt gondolom, hogy az itt élők számára egy óriási öröm és nyugalom az, hogy az elmúlt években ehhez hasonló fejlesztések zajlottak a felső Tiszavidékén, amelyek azt a célt szolgálják, hogy mind az emberi élet, mind pedig a javak azok nagyobb biztonságban legyenek. Úgy látom, hogy azok a szervezetek, akiknek a feladatuk az, hogy baj esetén üzemeltessék ezeket a végműveket, felkészültek arra, hogy ezt meg tudják tenni. Nagyon fontos a mi esetünkben a Felső-Tiszavidékén, hogy ezt a lehető leggyorsabban megtegyük, mert az idő az bizony egy árhullám esetén az rendkívül szűkös lehet. A nyári szezon kezdetén adták át a korszerűsített strandot Tiszalökön. A programban a strand mellett a kenyérgyári horták turisztikai fejlesztése is megvalósult, csaknem 232 millió forintos keretből. Mi itt konkrétan Tiszalökön egy 232 milliós fejlesztést valósítottunk meg, akkor is az elsők között, úgyhogy már több éve mi ezt megvalósítottuk és használjuk, az előnyeit élvezzük. A Holtágon történtek fejlesztések, illetve itt a Tiszai Szabad Strandon, vagy Szabad Vízű Strandon pontosabban. És nagyon örülünk, a vendégek is nagyon örülnek, ez a sátor is, ahol most vagyunk ebben a majdnem nyári időben. Ez is annak a fejlesztésnek a része, de nagyon sok eszközbeszerzés történt, vízpartrendezés, megújuló energiaforrásokkal, úgymond a közvilágítás kiépítése. És a Holtágon is például rokkant horgászhelyek kialakítása, ott is kandeláberek, amelyek napelemesek. A Tisza és mellékfolyóinak szennyezettségét is csökkenteti az ukrajnai Jánosiban épülő hulladéklerakó, amely az elkövetkező 30 évre képes megoldani a terület hulladékgazdálkodási problémáit. Hangzott el a projekt júniusi nyitórendezvényén. A Zero Waste beruházás a Beregszászi járásban segíti a kárpátaljai hulladékgazdálkodás fejlesztését az Európai Unió és a magyar kormány külön támogatásával. Egész Magyarország tudhatja, hogy milyen nagy probléma itt Kárpátalján a környezetszennyezés. Ennek egyetlen oka van, hogy nincsenek modern hulladékfeldolgozók, nem létesültek ilyenek az elmúlt 30 évben, mióta Ukrajna független, és most a háborús időkben még messzebb került ennek a kilátása, hogy
az ukrán államnak legyen ereje ilyesmibe investálni. Ezért született meg az a döntés, hogy közösen Kárpátalja és közösen Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egy ilyen beruházást indít, aminek nyilván van egy magyar és egy ukrajnai lába is. Az ukrajnai lábnak a kiépítése indult most el. Megújult a Szent Damján görögkatolikus kórház központi laboratóriuma is a nyáron. Korszerűsítették az eszközparkot és az épületrészt annak érdekében, hogy gyorsabban és biztonságosabban végezhessék munkájukat a dolgozók. Korábbi években összeraktuk, hogy a kórházunkban milyen fejlesztésekre van szükség, és ennek az egyik lételeme volt a laboratóriumnak a felújítása. Itt mind az építészeti felújítás, mind az eszközfelújítás szükségessé vált, és 2018 nyarán indult el ennek a szervezési-tervezési folyamata. Ennek első lépcsője az volt, hogy megállapodást köthettünk a Szatmár-Bereg megyei kórházzal, a Szatmári megyei sürgősségi kórházokkal, és ebben a rohus pályázati forrás keretén belül tudtunk olyan mennyiségű forrást elérni, amely a saját fejlesztési igényünknek a eléréséhez, kielégítéséhez elegendő volt. A fejlesztése több partnerintézménnyel közösen a Magyar-Román Együttműködés keretében pályázott a Kisvárdai Kórház. A beruházás összköltsége meghaladta az 1 millió eurót, melyek jelentős része uniós forrás.